Szóval ez megint ugyanez a körzet, tehát Nazcához képest ez a Bogotája körzete. Elvileg azt hinnénk, hogy miután annyira a trombitára emlékeztet a formája, hogy valahol itt kell bemenni, utána elkezdjük itt ezt az egészet, és akkor itt kijövök, egyáltalán nem biztos. A valószínűbb az a fordított irány. Egy biztos ide repülő nem szállt le soha. Tehát ennek teljesen más a szisztémája. Ilyenben nem tud, nincs az a légi eszköz, amelyik itt közlekedni tud. Ne? Tehát nem olyan a vastagság. Most ugyanilyen vastagságot kell elképzelni, mint az előző, hát a natúr felvételen. Tehát egészen biztosra egy dolgot vehetünk. Persze ezt is feltételes módban fogom mondani, de egész, az pedig micsoda? Az, hogy jelentősége van az ábrának. Tehát nem mindegy, hogy én egyenes vonalon futok-e, mondjuk 10 kilométert, vagy pedig egy ilyen pályát futok-e végig. Tehát ezt próbáljuk egymás közt most úgy elfogadni munkahipotézisként. És erre kell majd a továbbiakban választ adnom. Tehát addig nem megyünk haza. Na, menjünk akkor tovább. Csak nem itt lehet rá igazán tartalmas választ adni, vagy meggyőző választ. Most ezek is olyan ábrák, ez is, hát ez nem a Nazca fenyő, a Kavacsinak, ha jól látom, ugye ez a Kavacsi. Ilyen hasonló ábra van a Nazca fennsíkon is, de ennyire szép tiszta azért ott nem jelenik meg. Tehát ez mit jelent? Van egy centrum, és ebből ágaznak szét. Na most itt megint nem tudunk leszálló pályáról beszélni. Miért? Hát mert nyilvánvaló, hogy itt megérkezik, és fölfut egy dombra, minek? Sem, nyilvánvalóan nem. Ebben az esetben sikerült három fő irányra rámutatni, amelyik irányokban, azt hiszem ez volt éppen az egyik, de sajnos nem éppen a pályáknak a mentén. Tehát meg lehet találni azokat az irányokat, amik nyári napforduló, téli napforduló és a harmadik irány, ugye a napi egyenlőségek, az közös. Tehát végül is kínkeservesen, de egy példát találtak, ahol a tájolás is szóba jöhetett. Na most miért mondom, és miért ilyen későn mondom csak ezt? Miért nem így az elején? Hiszen Koszok már eleve azzal jött ide, hogy itt fontosabb csillagképekre, illetve napfelkelte, naplenyugta. Hát vonalakra vannak ezek a vonalak tájolva. Oda is csábították azt a Hawkins nevezetű csillagászt, aki a Stonehenge-et annak idején fölmérte, ez a Gerald S. Hawkins, és hát aki kimutatta, hogy a Stonehenge, ugye a dél-angliai kőkör, az egyfajta ilyen nap- és holdfogyatkozás előrejelző rendszer volt. És ezt nagyon pontosan ki lehetett mutatni, meg is erősítették a felismerését később. Na most ez a Hawkins idejött egy komputerrel, minden létező irányt megnézett, és kiderült, hogy abszolút nem szignifikánsak, tehát nem jelentőségteljesek az irányok. Keservesen sikerült egy-két jelentéktelenebb ilyen vonalat azonosítani. Hát ott kelt föl valami csillag, de teljesen jelentéktelen. Tehát nem volt jó, ezt el kell fogadni, hogyha az ember rossz tippel indult valahova. Ez nem szégyen, abszolút nem szégyen. Publikálta is az eredményeket, eltöltött ott, hát mondjuk nem túl hosszú időt, de hát elfecsérelt időt. Mégis jó volt, mert többet ilyen szándékkal nem kísérleteztek az ábrák fejtegetésével. Itt is csak éppen hogy, és éppen nem a jelentős vonalak mutatnak. Tehát nincs is sok értelme, ezt is hozzáteszem. Mehetünk tovább. Na most csak összehasonlításul arra, hogy elvileg ugye lehetne bármelyik ilyen leszálló, de egyszerűen nincs értelme ebben a rendszerben. Mehetünk már is tovább. És akkor egy olyan kép, amit Deniken közöl a könyvében, ez a, nem tudom, ismerőse ez a kifejezés, hogy Mojave sivatag. Állítólag aránylag gyakran szerepel hírekben. Ez ugyanaz a kiadvány, ez 80-as években jelent meg először, és annak megfelelő képanyaggal dolgozik, tehát a NASA által addig közzétett, vagy a
Pentagon által addig engedélyezett felvételeket. Hát ez az űrrepülőnek a leszállási helyszíne, tehát az űrrepülőgép kipróbálása, leszállás, ezzel kapcsolatban szerepelt a hírekben, és hát nyilván ezt készen kapta, ezt a felvételt. Nem ő maga készítette, és hát egy ilyen heuréka, hogy na most ez az abszolút biztos analógiája a NASZKÁ-nak. Abszolút nem jó analógia. Abszolút nem jó. Tehát pontosan ez nincs jelen a NASZKÁ-n. Tehát ezek a vonalak itt semmi, ezek határolnak sávokat. És ezek a sávok teljesen nyilvánvalóan párhuzamos vonalakkal vannak határolva. Tehát egy teljesen más szisztéma. És az a meggyőződés, hogy ezzel ő most egy nagyot dobott, ez semmi. Tehát semmivel nem lett meggyőzőbb ezáltal a leszálló pálya elmélet. Tehát láttuk egy sokkal összetettebb rendszernek bizonyos elemeit esetleg tudja, de azt sem magyarázza, csak legfeljebb hoz egy vizuális analógiát. Mehetünk tovább. Úgy van, és hát semmiképpen nem lehet ilyenekre asszociálni róla, tehát, mert ez a jellemző, ez is ebben a nagyobb rendszerben helyezkedik el, ez nem tudom, Bogotája vagy melyik helyszín. Tehát lényeg az, hogy itt nem lehet megkerülni a kérdést, az alakzatoknak igenis jelentése van. Tehát aminek meg a Mohava-sivatagban az égvilágon semmi jelentése nincsen. Tehát ott tényleg pályák vannak kijelölve. Mehetünk tovább. Na most ezeknek a vonalaknak tulajdonképpen egyetlen kutató adott legalább részlegesen elfogadható. Az a részlegesen nem azt jelenti, hogy részlegesen elfogadható, hanem a vonalak egy részének. De ennyiben részleges értelmet, és ez mai napig érvényes. Na most ez pedig Zelkó Zoltán. Most természetesen ő sem felelt meg Denikennek, tehát őróla is ír egy mondjuk kicsit pikírt mondatot, de tulajdonképpen még ő vele bánik legkesztyűsebb kézzel. Megemlíti, hogy magyar kutató, és miután nem felel meg az ő alapelképzelésének, tudni, geodétáról van szó. Zelkó nevét említettem már korábban is, azt is mondtam, hogy geodéta. Tehát lényeg az, hogy ő ezekben tájékozódási vonalakat vélt felfedezni, még konkrétabban háromszögelési vonalhálózatot. Na most ezzel nem is lett volna baj, tulajdonképpen ezt nem támadták, sőt, hát ezt annak idején Peruban ő bemutatta, és a perui hadsereg egyöntetűen mellé állt, segítette is őt ebben, hogy föléje mehessen repülővel, több ízben is, tehát készítessen felvételeket is, sőt, filmet is készítettek erről az útjáról. De tulajdonképpen leállt ez a kutatás, nem ment tovább. Miért? Azért, mert a magyarázatát nem tudták elfogadni, tehát a célját. Magát a módszert nem tudták kifogásolni. Tehát ezek korrekt vonalak, de látjuk, ezek már ugyanazok a vonalak, tehát egy az egyben ugyanazok a vonalak, ezek már nem az eredeti helyszínen, tehát a Nazca fennsíkon vannak felrajzolva, hanem egy onnan, hát most számoljunk egy kicsit, azért több mint 100 kilométer, jóval több mint 100 kilométerre lévő déli helyszíne, a Titicaca-tó partján. Tehát kiderül, hogy van egy olyan terület, ide nem írta be az elnevezést, tulajdonképpen ezt az ötletet nem maga Zelkó Zoltán röppentette föl, csak ő igazolta. Ezt egy Tony Morrison nevezetű, eredetileg angol, tulajdonképpen amerikai zászló alatt kutatott ő is, egy nagyon értékes valaki volt. Ő tulajdonképpen egy tévészakember volt, tehát annak riportere és milyen műsor készítője, és tényleg értékes, van egy önálló könyve is. Na most ezt valahonnan megszerezte Zelkó Zoltán, és fölfigyelt a következőre. A NASZKÁ-nak van egy hangalaki változata itt a Titicaca-tó partján. Ez a, látjuk majd a mindjárt következő felvételen, hogy melyik része a partnak. Tulajdonképpen már ezen is lehet látni. Na most ezt pedig Nasakárának nevezik. Tehát a Nazca vonalakat, ha a Nasakára egységére rápróbáljuk, akkor egy az egyben ráillenek. Tehát csupa fontos helyszíni pontot kötnek össze. Na most ebből adódott egy magyarázat. A magyarázat az olyan, hogy hát ha akarom bemhes, ha akarom nem bemhes. De nem kell elfogadni feltétlenül, minden esetre megokolta, hogy ő miben látja a magyarázatot.
Ugyanis aki járt már Peruban, az tudja, hogy itt egyszerűen nem lehet tájékozódni. Tehát az a tájékozódás, ami mondjuk pusztai népeknél teljesen megszokott, hogy én addig látok, ameddig hát egyáltalán a szem elvisz. Az itt teljesen lehetetlen. Na most aki történetesen Erdélyből jött át, az tudja, hogy már aközt is óriási a különbség, hogy milyen a szemlélete egy mondjuk székely embernek. Tehát Erdély az egy sokkal tágabb minőség, tehát én most konkrétan a Királyhágon túli, tehát konkrétabb vagy szűkebben vett Erdélyre gondolok. Hát ott először is mindig későbben kell fel a nap. Először is, vagy másodszor mindig hamarabb megy le. Harmadszor van egy bizonyos távolság, amíg ellátok, és utána nem látok el. Kész, nem tudom. Tehát csak tudhatok róla, hogy mi van a hegyen túl, de nem láthatom. Tehát óriási a különbség. Ez festőművészeknél lehet nagyszerűen érzékeny. Például ott van Nagy István, hát gondolom nem ismerik. Miért? Mert az egyik legkiválóbb magyar festőművész. Tehát miért ismernék? Hát tessék elmenni a Magyar Nemzeti Galériába, még csak kiállítva sincs. Tehát mondjuk Egri József mellett tényleg a legnagyobb 20. századi magyar festők közé tartozik. Tehát tényleg a legnagyobb. A 10-ben ott van biztosan. Na most ő például Csíkmédszenten született. Tehát ezzel a szemlélettel egészen 19-ig tulajdonképpen csak vendégségbe járt át. Tehát Erdély határa, Makóig. Mondjuk ott egy sógora lakott, nem is a testvére lakott. És a képeinek döntő hányada Erdélyben készült. Ez azt jelenti, hogy ilyen drámai szabásra, mint a függöny előtt készülne, vagy zajlana az élet. Miért? Mert egy függöny maga a hegység, ami lezárja a horizontot. Tehát döbbenetesen szép kompozíciók vannak. Na most ez 19 után át kellett jöjjön. Hát ugye egy ilyen határt húztak közénk, hát nem tudom, tudják. Ez nem a holokauszt, tehát ne arra gondoljanak rögtön, tehát azt hiszem Trianonnak nevezik. Tehát minden esetre húztak egy határt. És kénytelen volt itt dolgozni, teljesen döbbenetes, teljesen kifordult magából. Tehát egyszerűen nem tudott mit kezdeni ezzel a fényzóhatanggal. Tehát van olyan festmény, hogy ekkora kis sáv van alul, és ekkora a kép. Érthető? És fölül csak ég. És egyszerűen tobzódik benne, hogy itt semmi más nem látok, csak eget. Tehát akkora a különbség, döntő a különbség. Na most ezt azért kell elmondanom, mert most remélem senki nem sértődik meg, aki Erdélyből származik, de az erdélyi hegyvidék az vakon túrás, ahhoz képest, amilyen Peruban van. De ezt most tényleg tessék szó szerint érteni. Tehát egyszerűen hihetetlen, aki nem járt ott, ezt egyszerűen nem hiszi el. Tehát akkorák a hegyek, hogy teljesen reménytelen, hogy én most átmegyek a szomszédvölgybe. Nem mégy át, drágám, nem mégy. Ahhoz, hogy átmenj a következő völgybe, körülbelül ekkorát kell. De így nem lehet. Tehát nagyon nagy a különbség, ez szemléleti különbség. Na most Zelkó Zoltán ebből a következőt következtette. Azt mondja, ha egy birodalmat kormányozni akartak, de nem tudják áttekinteni, mert egyszerűen nincs rá mód, akkor csak azt lehet csinálni, megcsinálni kicsiben a makettjét, egy sík területen, és ott begyakorolni. Tehát szabályszerűen begyakorolni, hogy mi hol helyezkedik el, és utána, amikor elkerül a valódi helyszínre, ott már neki nem kell látni, mert úgyse látná, hanem egyszerűen a begyakorolt irányokat kell a helyszínen érvényesíteni, tehát azokat kell használnia. Tehát magyarul egyfajta terepasztalnak tekintette a Nazca fennsík vonalait, tehát csak a vonalait, nem a úgynevezett leszállópályákat, és nem az ábrákat viszont belevonta. Na most nagyon érdekes volt, mert ahogy ezt fölvázolta, ez elég részletesen leírta a Kősivatag titkai című könyvében, ez a Gyorsuló idők sorozatban jelent meg. Tehát ezt meg lehet kapni, mert ezt 80-as évek elején jelentette meg. Tehát 81-ben vagy 82-ben. Na és lényeg az, hogy például a majomnak a farka, hát először is ahol azonosítani lehetett az állatokat, ott azt mondja, hogy tényleg utána nézett, de úgy, hogy a helyszínen, tehát Peruban konzultált
ottani állattan szakértőket, tehát ő neki tényleg mindent a bilit a feneke alá tolták, annyira segítették. És azt mondja, ahol a pókot lehet látni, ott tényleg ez a fajta pók él, és lehetett azonosítani fajtára. Akkor ahol a majom, ott tényleg, és máshol egyáltalán nem fordul elő majom. Tehát amelyik hát helyszínre a majom illett rá. És azt mondja, annak a farka az egész egyszerűen metszetben megjelenik egy leszakadt oldalba, ahol szabályosan így gyűrődött, mutatta a felvételét. Ez nem került bele a könyvébe, de egyszerűen ugyanaz a vizuális kép alakul ki. Tehát tulajdonképpen nagyon messze menően tudta igazolni a feltételezéseit, hát nyilvánvalóan nem mindegyiket, és nem teljesen meggyőző módon, de hát ő ismerte a feltételes módot. Na most minden esetre ezek valamennyie, tehát mindegyik olyan is, ami nem magától értetődő, tehát szétsugázó forma, mindegyik jelentős tételeket kötött össze. És van egy érdekes szorzószáma, 16-os. Na most erre mondták, akik őt bírálták, hogy hát legalább egy 7-es lenne, vagy 12-es lenne. De mi az, hogy 16-os? Ilyen, hogy 16-os ilyen nincsen. Ez semminek nem szorzó száma. És az volt a nagy szerencsénk, hát a következőt már lehet adni nyugodtan, mert az is ide tartozik. Tehát itt van ez a terület, az, amit aztán kinagyított, tehát az egész, tehát a legrészletesebb, zavarosnak tűnő ábrák is bizony ráhelyezhetők voltak, és bizony azok is értékes dolgokat kötöttek össze. Tehát nem a semmit kötötték össze a semmivel. Most ez az ő könyvéből van kifotózva, tehát ezt ennek utána lehet olvasni, mert ezeket ő részletezi. Tehát még egyszer mondom, a Kősivatag titkai ez a címe a könyvének. Menjünk is már is tovább, jó? Mert most már tudta ezt a feltételezését további adatokkal pontosítani, tudnék, talált olyan köveket, aminek hát van példája, Erdélyben is van ilyen. Szoktunk is megállni mellette és nézni, ez a látókő, vagy hát kukkolókőnek mégsem akarom nevezni, de lényeg az, hogy ugyanilyen, egy az egybe ugyanilyen. Egy adott ponton, ahogy megyünk ki, hát mit mondjak hirtelen, Kolozsvár felé, és aztán utána, vagy Kolozsvár előtt van, vagy Marosvásárhely és Kolozsvár között. Na most ez a szilusztáni kő, és ott bizony, ha átnézek ezen, akkor van egy irányzó kő is a túloldalon. Tehát ugyanaz a rendszer, mint amilyen a Stonehenge-nek, ugye az Unet Hill stanja és a kapu egyik ilyen a főtengelyben lévő kapuja között. Tehát irányzó kő. És azt is kimutatta, mindjárt visszatérünk az előző gondolatmetre, mehetünk tovább, csak először végig akarok szaladni, hogy hogyan tudták ezeket az egyenes vonalakat kialakítani. Ugye ezek kilométerek hosszat mennek. Tehát ezt még a mai eszközökkel, tehát egy lézer segítségével is, hát mondjuk nem éppen a legegyszerűbb kialakítani. És akkor ezek a nagyon régi kultúrában megjelenő, ez az úgynevezett Serosecini műveltség, tehát ez körülbelül a Csavindő Vantárral egyik korú, tehát azt jelenti, hogy bizony jóval Krisztus előtti, tehát legalább három ez, vagy harmadik évezredben szokták tenni, tehát már kialakult ennek a jelzőrendszere. Na most ezt általában úgy értelmezik, hogy harci eszköz, amit hát először ide tesz, utána nyilván valakit fejbe vág vele, tehát semmiféle további magyarázatot nem fűznek hozzá, ő pedig azt mondta, hogy nem így van. Ezek jelző botok. És ez jól azonosítható, valamiféle fénykibocsátásra alkalmas eszköz. Na most erre mondta, persze majd zseblámpa, nem? Edison előtt, nem tudom, 3000 évvel, vagy 5000 évvel. Mert ezt így illik cikizni. Igen ám, de ő ki tudta mutatni, mert mondom, odakint tényleg segítettek neki, hogy létezik egy olyan kőfajta, amelyik sötétben igenis fluoreszkál. Tehát olyan fényt ad ki, amit kilométer hosszról pontosan lehet látni. És valószínűsítette, hogy ide pontosan ez van beépítve. És még ezen túl vannak, tehát én most kettőt reprodukáltam, de további mozdulatok is vannak, tehát egy egész mozdulat sort lehetett
rekonstruálni, mindig ez van a kézbe, és mindig úgy, hogy előre felé mutat. Tehát azt jelenti, hogy valaki onnan figyeli. És ez legalábbis az egyenesek kijelölését teljesen egyértelműen lehetővé teszi. Tehát egy nagyon egyszerű eszközzel, nagyon jól használható módszert tudott rekonstruálni. Na most a 16-osra térjünk vissza. Most itt tűnik lezárjuk a Zelkó Zoltán féle elméletet. 16-ost meglepően gyorsan sikerült, mint számot magyarázni. Ugyanis ez, mondom, hogy 80 körül játszódott le, és nem sokkal korábban, 78-ban, a Művészet folyóiratban, ez a júniusi szám volt, ez úgynevezett rendszer szám volt, hogy Molnár Jóskának ott közöltük ezt a keresztszemes rendszerét, aztán ott volt, mit említsek még hirtelen, hát például a Veleméri templom fényjátékát ott publikáltam először. Tehát volt néhány ilyen valóban rendszer szemlélet felhasználásával publikálódott dolog. Nagyon nem szerették ezt, tehát utána jött a frontális támadás aztán ellenünk. Na most ennek az egyik tanulmánya egy Szőke Péternek a tanulmánya volt. Hát aki zenével foglalkozik, talán annak mond valamit Szőke Péter neve. Nem sokkal később ő elhunyt. A könyvét azt is valamivel később publikálta, addig egyáltalán nem engedték publikálnia. A könyvének pedig az volt a lényege, a címe is valahogy ezt tükrözte, hogy az emberi zeneiség megvan a madárhangok egy részében kimutathatóan. Na most ez azt jelenti, hogy egy kellő lelassítással szabályszerű pentaton dallamokat lehetett kimutatni bizonyos madárfajtáknál, fajoknál. Na most ezeket ő szépen fölvette, tehát rengeteg anyaga volt. Tehát évtizedeken keresztül gyűjtötte ezeket a madárhangokat, nem csak Európában, kiment Amerikába, tehát ő neki egy baráti köre, madártanász baráti köre volt, és segítették is, tehát mások is vették föl, és gazdagították a gyűjteményét. Na most ezeket, ha lelassította, akkor kifejezetten pentaton dallamok, hát lejátszotta, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem, mert az ember fölismert, egyszerűen ráismert magyar népdal motivumokra. Na most mi volt a szorzószám, tehát mennyivel kellett lelassítani? Ne felejtsük el, hogy a madárnak sokkal, de sokkal gyorsabb az életritmusa. Másképp nem is tudna repülni. 16-szorosára. Tehát a 16-os az egy tényleges szorzószám. Méghozzá rendkívül fontos. Tehát ahhoz, hogy én madárból magyar legyek, ahhoz nekem 16-szorosan kell lelassulni. És az leszek, mert a pentatónia az azért nem általános a világban. Tehát egy nagyon fontos szorzószámról van szó, ami ebben az esetben egy osztószám lesz, és a 16-ost azt nagyon jegyezzük meg, mert döbbenetesen fontos, és özönével a példáknak igazolta. Tehát azt jelenti, hogy ez már aztán a könyvében is. Először ez nálunk publikálódott a Művészet folyóiratban. Tehát rövid összefoglalásban ott lehet olvasni. Mondom, ez a 78/6-os száma a Művészet folyóiratnak. De utána megjelent önállóan is. A zene, nem tudom én, ilyen és olyan eredetéről, tehát ezt most a pontos címet így nem tudom fejből. De a Művészet folyóiratban megvan a pontos adatolás. Na minden esetre ennyit akkor a Zelkó Zoltán elméletéről, lehet továbbiakban folytatni. Most a következőkkel vessük még ezt össze, mindjárt 8 óra van, hogy mennyire valóban ez még mindig máig is a kérném a következőt, ezt már nem fogjuk, csak hogy érzékelni tudjuk a különbséget. Mondjuk ezeknek, tehát vegyük ezt, ugye, ezeknek a magyarázatára következők mai napig érvényben lévő és szigorúan tudományos elképzelések, hogy ezekben vizet tároltak, tehát ezek tulajdonképpen ilyen grandiózus méretű itatóvájuk. Nem viccelek,
és még azt is rekonstruálták, hogy hogy kellett körbeállnia az állatoknak, és azért voltak praktikusak, mert mind a két oldalról így szimmetrikusan lehetett felsorakoztatni az állatokat, és így tudtak inni belőlük. Most, hogy mi tartotta meg a vizet ezekben, az rejtély. Hát ha csak nem ilyen fóliákat tettek bele, amit ma ilyen mesterséges tavakba szoktak tenni, ez rejtély. De szóval olyan ökörségeket nem lehet kitalálni, amiket eddig nem publikáltak volna. De ez csak a hivatalos vonalban. Tehát itt semmiféle dilettantizmust még említeni se szabad. És ezt még nem is cikiztek ki Deniken, mert ezek már újabbak. És emlékszem nagyon, mikor ilyen műszaki zseni rokon, nem akarom az emlékét bántani. Tehát így mond, ezt el kell olvasnod, ezt el kell olvasnod. Ez megjelent ilyen kis vékony könyv alakjában. Hogy ez nem romantikus, ez nem délibábos, na most legalább ebből megtanulhatod, hogy mi a naszka. Hát megtanultam. Na ennyit erről, és egy példaként, és ez most szünet előtt az utolsó példa, tehát erre mondja az ember, hogy relatív kronológiát nagyon egyszerűen meg lehet állapítani. Tehát melyik rondít bele a másikba? Ugyanis a legtöbb írás, ami megjelent a Nazca fennsík ábráiról, úgy ítéli, hogy elsődlegesek ezek a vonalak, és lehet, hogy sokkal-sokkal később, az is lehet, hogy egy másfajta műveltség, az rajzolta hozzájuk ezeket az ábrákat. Na most nem ez az egyetlen, de teljesen egyértelmű, hogy megvolt a rajz, és azon ment keresztül ez a bizonyos vonal. Tehát a vonal a későbbi, nem mindegyik esetben, de ebben az esetben teljesen egyértelmű. Tehát nem lehet ilyen kijelentéseket tenni, különösen nem jelentő módban, hogy elsődleges a kifutópálya, illetve a vonalrendszer, és egy jóval későbbi korban, de minden esetre később, hát ezeknek részben a magyarázataként, részben meg hát félreértve azoknak a jelentését, hát valahogy ilyen díszítő céllal hozzárajzolgattam dolgokat. Tehát ezt egyszer mindenkorra felejtsük el. Nem ezt mutatják a tények. Na most, következőt kérem, tehát azzal folytatjuk, ezzel fogjuk, nyilvánra fölismerjük, hogy ezt fogja folytatni. És innentől csak az ábrákkal foglalkozunk. Azért hadd köszönjem meg azoknak, akik szünetben odajöttek, és olyan dolgokat mutattam be, amihez én végképp nem értek. Tehát például a repülésre vonatkozó dolgok. Nem is nagyon tartottam ezt kötelességemnek, mert a második fele ennek az előadásnak az foglalkozik az ábrákkal. Most hát azért mégiscsak tanultságom folytán én ehhez értek jobban, tehát nyilván erről lesz több konkrét mondandóm. Az eddigieket hát megpróbáltam korrekt módon ismertetni, de szó sincs róla, hogy ezeket én meg tudnám fejteni. Ez legfeljebb egy ilyen felületes ismertetés lehetett. Viszont egy sereg olyan javaslatot is kaptam, tehát akik például repültek maguk is már nem úgy a munkahelyükről, mert az most sűrűn fordul elő, de akik tényleg a repülés dolgaiban otthonosan mozognak, például amire én egyáltalán nem is gondoltam, hogy itt például a szélirányának mekkora szerepe lehet. Ezt egy kedves hölgy figyelmeztetett rá, aki maga is repül. Aztán egy másik úr meg megint további dolgokra, tehát ez azt jelenti, hogy van itt esélye annak, hogy meg lehet további ötletekkel támogatni az eddigieket, vagy egészen új ötletekkel lehet jönni. Vagy például az, hogy különböző irányokban vannak ezek a kifutópályáknak nevezett sávok, ezek jelenthetnek olyat is, hogy nem csak leszállni kell egy repülőnek, hanem valamit kirakodni belőle, tehát annak is kell egy útvonala legyen. Tehát ezek a különböző vastagságú, egymást keresztező vonalak, ezek hát még egy sereg további magyarázatot is kaphatnak, anélkül, hogy eldöntenénk, hogy itt most tényleg repülőről volt-e szó, vagy sem. De elég messze menően lehet pontosítani. Csak ez már nem az én feladatom. Hát ez már maradék, ugye mennyi 70 évben, vagy mennyiben nem nagyon fog beleférni. Elég, hogyha majmokkal tudok foglalkozni, hát majommal lesz itt még dolgunk. Na most, ezt a képet láttuk már, tulajdonképpen ennek egy bevezetőjét láttuk az előzőkben, és itt lehet azt is érzékelni, hogy
ezek a látszólag absztrakt vonalfuttatások, azok általában közvetlen kapcsolatban vannak alakos ábrákkal. És majd a továbbiakban azt is látni fogjuk, hogy nincs is olyan nagyon nagy különbség a kétféle rajzolat között, de ezt még nem akarom most lelőni, ezt a poént. Most mire alapozom ezt a kijelentést? Tessék megnézni, ez mondjuk egy ilyen fésű motívum, vagy bármi másnak is nevezhető, itt például már átmegy egy madárcsőrbe. Nem tudom, hátulról lehet-e látni, azért rajzolom meg ezzel a botocskával is. Na igen, de azt már kevésbé vesszük észre, hogy ez a szem, ez nem szem, hanem egy spirál. A spirál pedig, hát mondjuk még egy halnak sincs spirál szeme. Tehát itt teljesen nyilvánvalóan képjelekkel állunk szembe, amely képjelek bizonyos konstellációban olyanok, minthogyha egy-egy élő minőség hát állna össze belőlük. Tehát itt már lehet látni, hogy bizonyos tendenciák keresik a lehetőséget, hogy élőlényé váljanak, de nem mindegyik tud azzá válni. És ez már elindíthat gondolatokat, ugyanis ezek a tendenciák, tehát az, hogy elindítok valamit, egyelőre keretmotívum, és utána ugyanabból a motívumból tovább ragozva alakot fogok kapni. Tehát például ló, madár, ember alak és itt van. Most akkor miről beszélek? Magyar népművészetről. Tehát pontosan ugyanezek a szabályok mozgatják azt, hogy miből lehet csak keretmotívum, mert nem ragozódik tovább, és annak milyen irányban kell tovább ragozódnia, hogy abból élőlény álljon össze. De ugyanazokból az alapelemekből, tehát nem különbözik lényege szerint, hanem csak a struktúráltság foka szerint különbözik. Most ez a magyar népművészetre általában, tehát generálisan jellemző. Tehát ezért van az, hogyha az ember magyar szemmel közelít ezeket, az egyszerűen ráérez. Ezeket így soha senki nem fogalmazta meg. Miért? Mert az a fajta tapasztalat, amit csak a saját népművészete adhat meg, nem segítette. Tehát ez nem egyéni érdem, ezt bármelyikünk fölismerheti, akinek csak ennyi köze volt a magyar népművészethez. Mehetünk már is tovább. Tehát ugyanez a hal most egy másik nézetből, itt van mellette, és akkor tessék megnézni, az a alakzat, amely kifejezetten geometrikus, és átmetszi. Tehát ez a későbbi, ez az alakzat. Na most, hogy ennek volt-e valami köze bármilyen repülő objektumhoz, vagy a repüléshez, mint folyamathoz, hát ez egy külön kérdés, de egy biztos, hogy ez egy későbbi képződmény, mint amilyen az alakos ábra. Mehetünk tovább. Na most, ez a halak közül az, amelyiket én az elején mutattam, az egyes számmal jelzett volt annál az összesített, vagy abban az összesített képjel együttesben, és akkor említettem, hogy ezt nem most vettük föl. Tehát ez egy korábbi, egy hát, amerikai kiadványnak az egyik ábrája, és nagyon jó a kiadvány amúgy, és nagyon szépen jelzi, hogy itt bizony egy emberi fej jelenik meg. Tehát ez a hal, ez behoz egy emberi fejet. Honnan tudjuk, hogy ez valóban emberi fej? Hát először is lehet látni, na de a szemünknek nem kell feltétlenül hinni, viszont vannak analógiái, és ezt érdekes módon szokták is, ezt a képet szokták reprodukálni, és mellette olyan naszkai edényt, aminek pontosan ugyanez a motivuma. Ezt most történetesen nem fotóztam ki, és nem tettem mellé, mert ez egy általánosan ismert hát analógia, ezzel szokták jelezni, hogy bizony van tovább élése a naszka ábráknak, mert egy az egyben ugyanez az ábra jelenik meg. A kerámián szépen festett hal, és ott teljesen egyértelműen, mint ez kisebb, és hát mondjuk jobb minőségű a róla készült felvétel, lehet látni egy bizony egy emberi fej szembenézetben. És majd látni fogjuk, hogy ugyanez a fej megjelenik az utolsó előtti képünkben, azt fogom majd mutatni. Tehát ott majd visszautalok, ezt hátra is tehettük volna éppen utolsó előtti előttinek, de itt most a hal miatt mégiscsak ide kívánkozott. És miért éppen a hal miatt? Hát a hal, mint figura, az hát egy korszaknak a jelölője, és azért ezt mégiscsak észre kell venni. Tehát egyelőre természetesen idézőjelben, de hoz egy, na mit hoz, emberfejet. Mondja, micsoda, kicsoda, a tudós a szigorú tudományos vonalból. Tehát mit egy rabló hal, aki éppen most hoz magával egy emberi fejet?
Na most mi pedig tudjuk, hogy ez nem feltétlenül egy levágott emberi fej, ez egy emberi szellemiség. Tehát azt jelenti, hogy a halak hozol ide egy sajátos szellemiséget. Mi ez a szellemiség? Hát egy egyszer földre született istenség. Hát itt ez nem úgy van, hogy az 2160 évenként leszületik egy istenség. Tehát ez nem hoz magával egy új emberi szellemiséget. És egy ennek megfelelő modellt kellene nekünk komolyan venni, és ezt a saját életünkben megvalósítani. Tehát nem lehet mellé beszélni. Ugyanakkor jól lehet látni, hogy párhuzamos hullámvonalak jelennek meg benne. Tehát nem egyedül jelenik meg a hal, hanem vízöntővel együtt természetesen. Tehát ezek azért nagyon fontos dolgok, mert most ne várjuk már, hogy egy Deniken erre is kérdést fog fogalmazni. Miért? Mert az ő svájci műveltségében ez már régen nincs jelen. Nem tud. Egyébként figyelmeztettek, hogy azért nem olyan szent ez a Deniken, mint ahogy én beállítom. Én nem szentnek állítottam be, bocsánatot kérek. A legjobb kérdései éppen Nazca vonatkozásban tevődtek föl. De például Ecuadorban, amikor a Móricz Jánosnak a felismerését kellett népszerűsíteni, ott bizony meglehetősen jellemtelenül járt el. Tehát nem, nehogy már azt higgyük, hogy generalizálni lehet azokat a jó hát, tulajdonságait, amiket én itt megemlítettem. Másrészt meg, ha én tudok valakiről jót mondani, meg rosszat, azért én szívesebben mondom a jót. Tehát ez megint egy beállítottság kérdése. Tehát igenis, amiket vele kapcsolatban jó dolgokat mondtam, én azt állom továbbra is. Na, akkor menjünk tovább. És akkor a madarak az egy külön témaegység. Tehát három olyan madár van itt, majd látni fogjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy pusztán csak három, mert még legalább kettőt számon tartanak, de ennyire részletesen megrajzolva hármat tudunk azonosítani. Ezeket különböző nézőpontokból vették föl, tehát itt mondom, többen is fényképeztek, mehetünk tovább. Úgy van, ugyanaz, még egy másik nézőpontból, még egyszer kérném szépen. Tehát ez volt eddig az egyes számú. Na most ez már a kettes számú, tehát ezt szokták kolibrinak nevezni. Hát ahhoz képest elég testes, de majdnem mindegy, minek nevezik el, ez csak az azonosítást szolgálja. Tehát ha az előzőhöz viszonyítjuk, akár minek nevezem az előzőt, az egy kolibrinek illene kisebbnek lenni. De hát nem, rossz volt az illemtanára. Tehát minden esetre itt vegyük észre, hogy hol jelenik meg. Nem tudom, hogy mennyire lehet a felvételből látni, ez teljesen simának, minthogyha így csiszolták volna le. Mehetünk már is tovább. És akkor még egy felvétel, sőt, még egyet fogok mutatni, és akár melyiket nézem, tessék megnézni. Teljesen olyan, mintha így gyalulták volna le. De valamire föl lehet figyelni. Kérném a következőt, azt a közelképen lehet jól látni. Tehát azt jelenti, hogy elindul egy hármasság, az összehúzódik, egy kisebb hármasság jön elő belőle, és utána egy ötösségbe torkolik. Tehát ebből áll össze egy madár, és mindezt egy kettességben bekapcsolódik egy tágabb rendszerbe. Most ezek az ábrák általában, van, ahol azt olvassuk, hogy mindegyiket, ezt nem tudtam ellenőrizni, de minden esetre mindig bekapcsolódik egy vonalrendszerbe, tehát egy tágabb vonalrendszerbe, minthogyha egy absztrakt rendszer egy adott pillanatban elindulna, és egy vonalból bizonyos struktúrát, tehát ez általában számosságokban érhető tetten, kialakít, és utána visszatér ugyanabba a absztrakt ábrába. Tehát minthogyha egy kivételes adottság lenne az, hogy létrejön az élő világ, és amit már annyiszor megbeszéltünk itt más vonatkozásban, először mindig a madár alakul ki. Miért? Azért, mert hogyha én egy nagy sebességű létfokozatból érkezem le, akkor akármilyen, hát hogy mondjam, irányból jövök, és akármilyen minőségből, az első lefékeződésnél a madárig jutok el. Ez egy nagyon felpörgött létállapot. Hát ezt megbeszéltük 16-szorosan miénknek. És csak utána tud tovább fékeződni, akkor alakulhat ki belőle négylábú állat,
és tovább fékeződve aztán még lehet belőle egy ilyen alsó világbeli, tehát béka, teknős béka, és így tovább, hal, stb. Tehát nagyon szépen mutatja, hogy egy bizonyos struktúra az, ami itt szinte a szemünk előtt alakul ki. És ezt mi azonosítjuk madárral, és utána, hát minthogyha egy madarat akart volna ábrázolni, elmarasztaljuk, hogy hát ahhoz képest meg elrajzolt, fene vigye el, majd megtanulja, mikor jön ugye a német mester természetesen, és majd megtanítja rajzolni. Na, akkor menjünk tovább. Most ez a három nagy madár alakzat. És azért nem mi nagyítottuk ki, hanem úgy van összefényképezve, hogy érezhető legyen, tulajdonképp ugyanaz a struktúra, de más a számosság. Tehát ez azt jelenti, hogy elindul mindegyik egyetlen vonalból, tehát ez gyakorlatilag egy kettősséget jelent, tehát a két határoló vonalból. Van egy, minthogyha egy ilyen kis megálló lenne erőgyűjtésre, és utána indul el a struktúrálódása. És akkor itt 1-2-3-4-1-5-ös, 1-2-3-4-2-5-ös, itt már csak 4 van, itt meg, hát látjuk, itt megy tovább aztán errefelé. Tehát itt nagyon nehéz számolni, mert lezártban 1 van, 2 van, 3 van, 4 van, és vannak kivezető szálak. Tehát minthogyha erőfölöslege lenne, tehát itt annyi gyűlt össze, hogy itt már kifelé tud áradni. Tehát ennek többféle becsatlakozása van. Ennek pedig 1-2-3-4, 1-2-3-4, tehát egy szimmetrikus rendszer alakul ki, és akkor itt most ez van egy sajátosan, itt kétszer is, hát ilyen, ez a lábnak a megfelelő helye, ez egyszer-kétszer, és utána 1-2-3, és hát ezzel a kettővel együtt 5. Na most ez a hát nagyon szokatlan forma, ami azt jelenti, hogy egy hosszas, hogy mondjam, csak színuszgörbe jellegű, tehát nem információt, hanem csak egy lehetőséget hordozó megnyilvánulásmód, és csak aztán tud kirobbanni. Ez végképp levezethetetlen természeti forma. Tehát ilyen nincs, hogy láttam egy madarat, akinek ilyen furcsa nyaka volt, és mert fontosnak tartottam, hogy az utókor értesüljön erről, tehát ide tettem egy, mit tudom, 200 méteres, ez körülbelül 200. Na most, tehát ezek azok a struktúrák, amik rendkívül meggondolkoztatnak, mert ez azt jelenti, hogy egy szárny és egy karmos, hát mancs között nincs lényegi különbség. Tehát ezek bizonyos szerveződési módjai az életnek, csak a kitágulási lehetősége más. És az szerint válik ebből a részből szárny, vagy szárnyszerű minőség, ebből pedig kar. De tulajdonképpen ugyanaz a tendencia fejeződik ki benne. És ez az, amit mi állandóan elfelejtünk. Miért? Mert mindig egy egyedi, egyszerű látványból indulunk ki, és annak a stilizált megjelenítését kérjük számon. Ez úgy ostobaság, ahogy elmondta. Ez egy teljesen késői, és az egész műveledés történetben ilyen vékony csíkokban, mint egy betegség megjelenő jelenség. Hogy én egyedi, egyszerű látványból indulok ki, az, aminek semmi jelentősége nincs. És se ő nem mozoghat, míg megörökítem, se én nem mozoghatok. Tehát hullát egy hulla örökít meg. Nem tudom, érthető-e. És mi meg állandóan ezt vesszük alapul, ehhez viszonyítunk, és mert ezek nem ilyen szemlélet szerint születtek, elmarasztaljuk őket. Na, menjünk akkor tovább. Na most, elég régen, hát mondom, én 80-as évek elején kezdtem ezzel foglalkozni, és akkor feltűnt, hogy tulajdonképpen itt egy struktúrának minthogyha sajátos vetületeit kapnánk. Tehát ezt babuka madárnak nevezik, ez magyar népművészeti tárgy. Egyébként elég széles körben terjedt el, tehát ez még a keleti szláv nyelvterületen is megvan. Sőt, az ottani elnevezések, azok néha még direktebb módon jelzik, mert ott szolnyecskának nevezik, tehát napocskának, akkor kedves napnak, akkor még jelzőket tesznek hozzá. Tehát teljesen nyilvánvalóan ilyen madár soha nem volt a törzsfejlődésben. Na, hozzáteszem, olyan sem, mint az előző három. Tehát nyilvánvalóan nem egyedi, egyszeri madárképlet, hanem ha most azt vesszük, hogy erre van éjszak, ez
legyen mondjuk a keleti horizont, és akkor itt vagyok ugye a nyári napfordulón, itt vagyok a napi egyenlőségekkor, és itt vagyok téli napfordulón. Ez pedig a napnak az a járás, ez mindig megemelt. Tehát ez nem a saját síkjában van, hanem mindig megemelik. Itt meg mindig fönt van a nap. Tehát azt jelenti, hogy ez egy éves napjárásnak a modellje, szó szerint. És ezek azok az irányok, ahol a mérsékelt égövön, a nyári napfordulón, utána, nem tudom én, 10 nappal később, nehogy 10 nappal, mondjuk 3 nappal később, 5 nappal később, és így tovább, és akkor itt vagyok a téli napfordulón. Tehát ez azért nagyon lényeges dolog, mert ezek folyamatábrák. Tehát ezek nem látleletek, vagy nem pillanatképek, hanem folyamatábrák. Igen ám, de ezt én most tulajdonképpen felülnézetben látom. De ha ez bizonyos szögből látható, akkor ennek a vetülete az lesz olyan, mint amilyenek ezek a madarak voltak. Tehát ha visszakérem az előzőt, akkor nagyjából meg lehet mondani, hogy például ez honnan kapja a fényt ahhoz, hogy a vetülete ilyen legyen. Tehát akkor nyilvánvalóan ebből az irányból kell kapja, mert ebbe az irányba torzul, és itt pedig megnyúlik. Tehát egyfajta irányt lehet belőle, honnan érkezett az a minőség, amelyik az évköri fényjárásnak a rendjét ilyen torzulatban látta. És ebből már lehet következtetéseket levonni, természetesen feltételes módban. Tehát végül is itt megint mi segít? Hát a saját népművészetünk. Mert hiába tudja az orosz, hogy ennek a Szolnyecska a neve, tehát a nappal van közvetlen kapcsolata, de esze ágában sincs az évkörnek a rendjét leolvasni róla. Esze ágában sincs. Hanem csak annyit mond, hogy ez a napnak a képe. De miért éppen a napnak a képe? Tehát nyugodtan mondhat, nem, mert ez Sztálin elvtársnak a képe. Ugyanúgy nem tudom megmagyarázni, mint ő nem tudja megmagyarázni, miért a napnak a képe. Ugyanis nem a napnak a képe, hanem a napjárásnak a képe, az éves napjárásé. Mehetünk tovább. Mehetünk még, köszönöm. És akkor kezdek fölfigyelni rá, hogy tulajdonképpen ez a rész, ez még lehet egy vetület, de itt valami történik, ami elvezet majd, mint végeredményhez ide. És akkor látom, hogy hoppá, hát nyilván ez a fontos. Miért? Hát mert itt van alatta újra. Nem tudom, látható-e hátulról. Tehát itt most ezek ugyanígy jönnek, csak más egy kicsit a ritmusuk. Tehát itt most ugye egy másik nézőpontból, és akkor most itt látszik talán legjobban. Tehát ezek, amennyire lehetett, följavítottuk őket, de azért ne felejtsük el, óriási fényerő volt itt. Tehát szinte mindegyik egészen kifehéredett. Tehát maga az, hogy már ennyire a rajzolata látszik, azért ez már egyfajta ilyen számítógépes feljavítás eredménye. Mehetünk tovább. És akkor azt mondja az ember, hoppá, nem is kell feltétlenül madártest hozzá. Ugyanezt látom, tessék, csak ez éppen egy másik helyen van. És akkor itt nyugodtan berajzolhatnám a fejet, oda meg berajzolhatnám a testet. Csak nem rajzolhatom be, miért nem? Azért, mert ez az energia megmaradt mozgás szintjén, nem tömörödött testé, tehát nem vált belőle struktúráltabb létezésforma. Mehetünk tovább, de azonnal lehet látni, de hiszen itt ugyanerről van szó. És ennek a rendszere pedig egy hatalmas spirálba vezet, vagy innen kapja az energiát, ami a valószínű. És akkor látom, hogy de hiszen ez lesz majd a majom farka is. Tehát itt megjelennek alapmotívumok, ami egyelőre csak mozgás tendenciát jelöl, és ha ennek megfelelő lesz a struktúrája, akkor áll elő belőle egy bonyolultabb képlet. De minden együtt van tulajdonképpen. Csak ebből itt nem lehet már majmot kiragozni. Ki lehet mondjuk egy vizöntő hullámzást, és majd látjuk, a vizöntő és a majom az nagyon is összefügg, de nem ölt még testet. Mehetünk tovább. És akkor ennek itt van egy kirajzolt képlete, és itt ezek megjelölt pontok voltak. Tehát, hogyha itt valaki futott, akkor ugye innen indult neki, és akkor itt ki voltak jelölve ezek a pontok, és itt vannak kivetítve, hogy ezek kőhalmok, és alatta pedig, hát itt jelzi, hogy ilyen tulajdonképpen kis sírok, de hát ezek csak, hogy mondjam, nem csontvázakat, hanem hambakat rejtettek.
Mehetünk tovább. Itt most már kezdhetjük gyanítani, hogy bizony lesz itt magyarázata ennek a rituális futásnak is. És akkor itt vannak azok a motivumok, amik elvezetnek ugyan valamilyen madárszerű alakzathoz, ezt nevezik papagájnak is. Tehát ez a hivatalos neve, hogy papagáj, hogy abszolút nem papagáj. Hát jól lehet látni, elindul egy nagyon merev, tehát geometrikus, méghozzá szögletesen geometrikus formá, még szimmetrikusan rendeződő formából, és akkor egyszer csak egy lehetőség kezd kirajzolódni. De ennyi nem elég ahhoz, hogy további strukturálódás létrejöjjön, holott megvan a két pont is, tehát elvileg még szemek is kirajzolódhatnának. Mehetünk tovább. Hát ez ennek egy másik felvétele. És akkor ez gyönyörű felvételek, ezt nem mi vettük föl, ez abból a bizonyos albumból való, hogy kialakul, ebben már-már lehetne repülni, de nem lehet repülni. Miért? Mert túlságosan szimmetrikus lett. Tehát nincs e felé kifutása, ezért nem tud erre felé sem, mert az megint egymást egyensúlyozó. Tehát nem tud a farka kialakulni, tehát a feje se tud kialakulni. Vagy fordítva, ha a feje nem jön létre, akkor farka se tud kialakulni. Ne tessék aktualizálni. Tehát lényeg az, hogy pedig az ígéret ott van. Itt ez a bizonyos kis ilyen bélrendszer-szerű valami, és itt meg itt van a kialakult madár. Tehát tulajdonképpen megvan a lehetőség, kicsiben itt van a modell, ez egy tökéletesen kirajzolódott madár alak. Mehetünk tovább. És akkor, hogy most már valami ismerős formát is kapjunk, ez a póknak nevezett hát figura. Na most erre, hát itt is látni, hogy bizony belebarmoltak keményen, pedig ennek kifutása volt, mégpedig valamelyik irányban, majd a mindjárt következőnél lehet látni, és ezzel kapcsolatban, ugye itt volt a kifutás iránya, és ezzel kapcsolatban nagyon érdekes elmélet látott napvilágot, ez egy szigorúan tudományos, tehát most mindig különböztessük meg a dilettást és a szigorúan tudományos, az pedig az, hogy annyira pontos ennek a pókféleségnek az ábrája, hogy ennek a szaporító szerve az a lábnak a végén van, de azt csak mikroszkóppal lehet látni. Tehát ez azt jelenti, hogy ők ilyen pontosan ismerték ezt a pókfajtát, hogy még azt is megjelentették, amit csak mikroszkóppal lehet látni. Na most erre mondom, hogy a te szaporító szervedet viszont valahogyan ki kéne iktatni, hogy ez a hülyeség ne menjen tovább generációról generációra. Hát először semmi nyoma nincs semmiféle szaporító szervnek. Ez egy kivezető vonal. Tehát felejtsük már ezt az idétlenséget. A másik meg most tehát tényleg büszke volt rá ez a hát előttünk élő valaki, a naszkai ember, hogy ő most tudja, hogy a póknak hol van a szaporító szerve, és ezt ő most hatalmas, több méteres figurában megörökíti, hogy ezáltal híressé válik. Tehát egyszer agyrém amiket. De szigorúan tudomás, ez kétségtelen. Na most először is honnan tudom, hogy ez a potroh és ez a fej? Miért nem lehetne fordítva? Nyugodtan lehet. Hát már elnézést, de az a rész, ami a lábak között van, általában kisebb. Hát nem tudom, most nem akarok büszkékenni, de az a helyzet, hogy nálam is. Tehát ez. Tehát ha már azt mondom, hogy melyik lehet a fej, és melyik lehet, hát lehet, hogy a póknál ez a fej, de ha én embernek leszem, amire minden alapom megvan, hát akkor meg nyilvánvalóan ez a fej. És akkor rögtön van egy viszonyításom. Tehát akkor kezdem érezni, hogy itt nem arról van szó, hogy pók lábának, nemi szervvel, vagy ember, akinek a helyén van a nemi szerve, hanem arról van szó, hogy van az életben egy polaritás. Magyarán szólva, vagy pók leszek, vagy ember. Nem tudom, érthető-e. És jelenleg a világ pókosodik. Tehát ez egy a világhoz való hozzáállás kérdése. Mert ha én a sikert tekintem egyedüli vezérelvnek, akkor én pók leszek. Legjobb esetben. Tehát mit jelent az, hogy várom a zsákmányt? Bejön-e a bótomba, vagy nem? Befelé vezet útja, itt kiszívom az utolsó vércsepét, és utána mehet haza. Mert ez folyik ma, hát azért vegyük már észre.
Tehát ha én ember akarok lenni, akkor ezt az utat nem választhatom, akkor csak ezt az utat választhatom. Mert nekem itt van a tartalékom. Tehát azt jelenti, hogy ezt kaptam örökségül, ennek kell megfelelő hát struktúrát biztosítani, és akkor ez rögtön oráns mozdulat lesz. És ez az oráns mozdulat, ez a, amit magyarra fordítva imádkozó gesztusnak nevezünk. Tehát érezni lehet, hogy itt ez egy választás kérdése. Mert mind a kettő bennünk van, tehát a lehetősége megvan. Lehet választani ezt az utat is. Na most nézzük tovább. Na most ezt többen is próbálták már magyarázni, ez a bizonyos Toni Morrison, hát neki nem volt azért minden húzása teli találat. Tehát amennyire, most nem akarok visszakozni, tényleg nagynak tekintem az ő próbálkozását, de nem minden tekintetben. Tehát ő megpróbálta itt az Orion egykori, nem tudom hány évezredet ment vissza. Majdnem mindegy, mert addig lehet játszogatni, hogy valamelyest már hasonlít, de hát látni lehet, hát ez azért, hát ne haragudjon a világ. Ha valaki ebben a konstellációban egy pókot lát, hát én abban most majdnem kimondtam, hogy mit látok, de ez egy betegség. Tehát mindig statikus képletet visszakövetni, véletlenül se dinamikusat, de véletlenül se. Tehát egyszer megőrül az ember, hogy ennyire buták legyenek. Igen, miért? Mert ilyen a nyelvük. Csak statikus formákat tud képletezni a világból. Egyszerűen képtelen a mozgást modellezni nyelvileg. És ezt nekem soha nem hiszik el. Nem baj, elmondom majd még egy párszor. Hát annyi bizonyítéka van, de annyi, hogy már a legbüszkébb német is, ha egy picit hajlandó gondolkozni, már kénytelen azt mondani, hogy ne haragudj, ebben úgy látszik, hogy mégiscsak nektek van igazatok. De ha ezt kimondta, akkor abban a pillanatban már magyar lett. Miért? Mert ember lett. Tehát ez egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire nem képes dinamikus képleteket érzékelni, hát már azt nem is várja az ember, hogy alkotni is, de legalább leolvasni. Nem. Kész. Csak statikust. Így nézett ki, ezt kimerevítem, rápróbálom, az anyja, majd nem sikerül. Hát nem sikerül. Nem sikerül. Nyilvánvalóan. Semmi erkölcsi tartalom, semmi. Tehát hihetetlen egyszerű. És akkor az ember mindig rá kell, gondolod, hogy most ezért csinálta ezt a hatalmas ábrát. Nincs további mondani való. Semmi nincs. Ja, és díszíti a sivatagot, mint említettük. Na most valójában ez a képlet egy nagyon jól ismert képlet. És ez azért nagyon fontos, mert az emberi egyáltalán a lehetőségét annak, hogy mi mit tudunk kezdeni azzal, hogy embernek születtünk, pontosan jelzi. Ugyanis ez a kettősség, ez megjelenik a művelődés történetében egész folyamat. Hát hogy mondjam... gyanán, tehát azt jelenti, hogy majdnem, hogy minden egymást követő korban megvan a lenyomata. Most ez azt jelenti, hogy amikor az ikrek kiteljesedik, akkor hova érkezik el? A rákhoz. Na most a rák és a pók az pedig ugyanazt jelenti. Tehát ezt kevesen tudják, hogy a pókfélék és a rákfélék az ugyanabban a csoportban tartozik. És történetileg, tehát ha megnézem paleontológiai szempontból, akkor meg összeér a kettő. Tehát van olyan, hogy nem is tudom megmondani, ez pók vagy rák. Tehát a kétféle tulajdonság ebben a pillanatban fog majd eldőlni, hogy na elérkezette arra az érettségre, hogy az ikreknek a csúcsán, amikor már másik ért tudok harcolni, de még az ellenségemért nem. Tehát még azért az ellenség az ellenség. Na igen, de ha én föl tudok emelkedni a rák fokozatára, akkor már az ellenségemért is tudok áldozatot hozni. És ennél tovább ember nem juthat földi körülmények közt. Tehát ez a csúcs. Most itt pedig pontosan jelen van. Azt mondja, hogy ha ebbe az irányba jutsz, soha nem fogsz csúcsra kerülni. Ha ebbe az irányba jutsz, ott vagy már a csúcs közvetlen közelében. Tehát rajtad múlik. Megvalósítod, vagy nem valósítod meg. Tehát ez késő középkori, tulajdonképpen már 1500-as évekből való, és az ikreknek és a szűznek, hát ugye ez a Merkurnak a két otthona. Most ebből lesznek a háttársak.
Tehát ez a magatartás az, amelyik elvezet odáig, hogy egymásért tudunk harcolni, jöhet ellenünk a világ. Ez az ikrek. Miért? Mert a szellemisége a nyilas. Tehát ennek a megvalósulása, a testi értelme az ikrek. Na ezek vagyunk mi. Mehetünk tovább. És ennek már megjelenik a legrégibb időkben. Tehát ez a tasszili fensiknek az egyik ábrája. Tehát itt már jelen van ez a magatartás. Még nem ért össze, vagy már szétvált, de a legpontosabb megfelelője. Tehát ez az ikreknek, ez a háttársi megjelenési formája. És hát ez minimálisan, tehát amit itt látunk, minimálisan 5000 évvel Krisztus előtt. Tehát az a minimális, de inkább annál régebbi. Mehetünk tovább, és hát gondolom ismerjük. Tehát honfogláskori kereszt, Arad, Földvár, tehát nem Szent István utáni, Szent István előtti honfogláskori, 895 és 1000 közötti. Hitelesen föltárt, mellé beszélni nem lehet, honfoglaló magyarok ezt a vallást követték, pont. Na most, ez teljesen nyilvánvalóan nincs keresztre feszítve. Tehát ennek nem lesz lenyomata soha a turini lepel. Ezt csak azoknak mondom, akik úgy gondolják, hogy most mindent mindenre rá lehet vetíteni, nem lehet. Viszont jól láthatóan két ember, akik most éppen össze, hát hogy mondjam, nőttek a hátuknál, és idáig ez az ikrek tulajdonságnak a csúcsa. Tehát amikor tökéletessé vált az iker kapcsolat. Igen ám, de innen, és jól látni a vonalat, ez a szellemiség, ez egy jól látható folyami rák. De jól látható. Tehát nem úgy, hogy most akarom beleolvasom, ne akart beleolvasni, akkor is ott van. Senki se kérte, hogy beleolvasd. Tehát nagyon lényeges, a honfoglaló magyarság tökéletesen megélte az ikrekség legmagasabb fokát, lelkileg is, testileg is. Szellemileg pedig elérkezett a legmagasabb elérhető fokra, a ráknak a fokozatára. Ugyanis az ikrek utolsó pillanata azonos a rák első pillanatával. Tehát én úgy is definiálhatom a fénymaximumot, hogy ez az ikrek legutolsó pillanata, meg úgy is, hogy a rák első pillanata. Az a kérdés, hogy föl tudok emelkedni a rákig, vagy nem. Mert hiába lesz utolsó pillanata az ikreknek, ha én onnan visszafelé indulok. Tehát nagyon lényeges dolog, igenis a honfoglaló magyarság Szent István előtt, nem győzöm hangsúlyozni, már szellemileg azon a fokon volt, hogy akár az ellenségeiért is életét tudta áldozni. Tehát a maximális fokon, ameddig egyáltalán emberként el lehet jutni. És ez annyira fontos tétel, hogy ezt óvodáskortól kellene minden magyar gyereknek tudni. Most ehhez képest tessék hazamenni, és megkérdezni a plébánosunkat, vagy a tiszteltes urat, mit szól ehhez. Hát ki fog tiltani a templomból? Mert akkor mi volt a Szent Istváni fordulat? Hát megmondjam? Hát inkább nem mondom meg. Na tehát minden esetre nagyon lényeges dolog. Hát itt van ennek a formája, ott van előttünk a pók formájában. Kérném a következőt. És ennek a megfelelője megvannak, tehát ez egy nem egyedi eset. Tessék megnézni, itt van az ikrek, ott van utána a rák. Tehát mi történik? Egy másik fokozatra megy át, megőrizve ezt a kettősséget. Tessék megnézni, a két fej itt összenőttek, csak most nem állva, hanem ülve ábrázolja. Na ez az a bizonyos szeldzsuk török zodiákus, vagy, sőt ez az Abdalvahidnak, tehát szeldzsuk török kor, de a készítőjét ismerjük, tehát ez iráni készítmény. Na, ez egyébként a 1564-65-ös dátum. Tehát ez egy aránylag késői megfogalmazás, és egy körülbelül asztalnyi méretű. Tehát aki meg akarja nézni, nagyon könnyen megnézheti, mert Berlinben van az Iszlám Múzeumban. Mehetünk tovább. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, amit már ígértem, hogy előbb vagy utóbb be fog következni, hogy ne idegenkedjünk attól, hogy ezeket az óriási földábrákat állatövi jegyek megjelenítőjeként próbáljuk értelmezni. Nem erőltetjük, de ha történetesen fölismerjük benne, nem kell szégyenkezni. Hiszen ma már, tehát jóval később, mint ahogy ezekkel elkezdtek foglalkozni, mármint a naszka ábrákkal,
De azért már így visszamenőleg legalább egy olyan 4-5 évtizede, ezek az angliai zodiákus körök, ennek az átmérője 11 mérföld. Aki ismeri a mérföldnek a kilométerrel való összevetését, az tudja, hogy ez körülbelül mekkora, tehát ez egy 10-es nagyságrendben lévő kilométer. Tehát azt jelenti, hogy ezek hatalmas körök, és mint látható, ezek földfelszíni ábrák. Most ez a Glastonbury zodiákus. De hát azóta már minden ilyen nagy kormányzóságban fedeztek föl, tehát már tucaton fölül van. Ugyanez a rendszer, ugyanígy azonosítva, ezt nem én rajzoltam be, ezek már így szerepelnek a kiadványokban. Tehát ez egy ilyen, nem is tudom melyik kiadványban, azt hiszem a Earth Spirit, tehát a Föld szelleme, ez egy angol, ez egy Thames & Hudson kiadvány. Tehát ezt már gyakorlatilag minden olyan könyvben reprodukálják, hát a többieket is, hát amelyik valamelyest ilyen földábrákkal foglalkozik, például maszkával. És itt jól azonosíthatóan itt vannak az állatövi jegyek. Mégpedig ilyen föld hát képletekből, tehát ezek tulajdonképpen mai napig ösvények, amelyek az egyes szántóföld részeket hát választják el egymástól. És miután közlekedni csak ezen közlekedtek, de úgyhogy év századokon, sőt, olykor év ezredeken keresztül, tehát ezek rettenetesen keményen hát tömörödtek, ami azt jelenti, hogy normális ember ezeket soha nem szántja föl. Most azt hinnénk, hogy az angolok, hát azok már ipari forradalom óta akkora hát előnyt tettek szert, hogy már minden ilyet fölszántottak. Nem szántottak föl. Bármilyen furcsa, alig van itt elszántott vonal. Tehát lehet látni, most nyilván fölismertük már, hogy hát a halakat nyilván fölismertük. Na most ezt egy bizonyos Maltwood nevezetű festőművésznő fedezte fel annak idején, ő kezdte el ilyen felülnézeti képen kiegészíteni, tehát mi már jól látjuk, ez a másik halak. Nem tudom, látjuk, ez az egyik halak, és itt van gyönyörűen kirajzolva, ő maga is a bamba, csak nem meri bejelölni. Miért? Mert belefutna a kosnak a fejébe. Na de hát ezt mi már ismerjük a szkíta ábrázolásokat, hát természetesen. Hát a halaknak a farka az egyenesen folytatódik a kosnak a fejében. Lerajzom a halak farkát, és tovább elkezdem ragadni, abból egyszerűen kijön a kosnak a feje. De ő nem meri bejelölni. Holott itt jól lehet látni, ez a kos megfelelő, a bikának ugye csak a feje jelenik meg csillagképben. Ezt ne felejtsd, ez a csillagképeknek, ez nem az évköri egységeknek, hanem a csillagképeknek a 12-ese. Honnan tudjuk? Azért, mert nem egyforma nagyok. Tehát ne felejtsük el, hogy a csillagképek azok nem egyforma nagyságú égbolt felületet fednek le. A évköri egységek viszont nagyjából egyformák, tehát nagyjából 30 nap. Függetlenül attól, hogy az azonos nevű csillagkép az nagyobb vagy kisebb. Tehát rögtön föl lehet ismerni, és vannak cirkumpoláris csillagképek is benne. Na most a következő, ugye az ikrek és a rák. Tehát itt van az ikrek kettős, és tessék megnézni a rák. Itt van kivetítve. Föl ez a kar, és itt van a másik kéz. Nem meri bejelölni, pedig ott van a kéz. Tehát ezeket az apróságokat szántották csak el. Na most ez a tartás, hát ezt nyilván észrevesszük, ez már a ráknak a tartása. Tehát az ikrekből bontakozik ki a rák. Érthető? Tehát minthogyha a pókot látnám, még egy fél pillanat, és már szétválik belőle, és lesz belőle az ikrek közöse, vagy pedig válik egy közös formába, és akkor a ráknak a képlete áll elő. Tehát egy és ugyanaz a formarend, ez van kinagyítva egyébként itt. Utána jön az oroszlán, utána jön az aratószűz, utána jön a mérleget egybeírja a skorpióval. Ez szokás volt. Tehát ez azt jelenti, hogy van középkori csillagtérképünk is, ahol a mérlegnek, ami egy nagyon kicsi csillagkép, egy jelentéktelen kicsi csillagkép, és annak a csillagzatát egyszerűen egybe rajzolják, a skorpióval viszont egy hatalmas csillagkép. És abból a skorpiónak lesz a két hát ilyen ollós mancsa. Tehát az is itt is egybeírják, utána jön a nyilas, hatalmas, ugye, abból mintegy folytatódik a bak, és utána kantának veszik a vizöntőt. Kantának, ahogy a magyar csillagnevekben szerepel. És utána jön a halak. Tehát egy
tökéletesen kirajzolódó rendszer. Na most ezek miután ennyi példányuk fönnmaradt, tehát nagyon jól lehetett vizsgálni őket. És akik vizsgálták, tulajdonképpen már maga ez a Natwood is, hát Glastonbury-t úgy tartják számon, mint a kerekasztal, tehát Artus Mondakörnek a központját. Tehát ő mindjárt kezdte az Artus Mondakör köré építeni, e köré építeni. Nem feltétlenül kell, sőt, meg kell mondjam, hogy ezt én nem tartom jó közelítésnek. Viszont nagyon fontos tudni, hogy ezeken végig lehetett menni. Tehát ezek, na hogy szokták ezt nevezni, amikor nem ösvénynek, hanem két... Van erre egy nagyon, hát ha valaki falun nőtt föl, az azonnal mondja. Mesdje, köszönöm, ez a jó. Jellemző, hogy nem jut eszembe. Miért nem jut eszembe? Mert gyalogoltam rajta gyerekkoromban. Tehát mesdje, erről van szó. És a mesdje az, amit annyiszor taposunk. Lehet, nem vagyok bolond belegyalogolni a vetésbe, már csak azért sem, akkor fülest kapok a tulajdonostól, hogy nosza, hanem tovább taposom azt. Tehát a mesdje az egy rendkívül meghatározó, de nem véletlenül mesdjéket nagyon pontosan számon tartották. Hát már van az ókori Mezopotámiából ilyen mesdjét megjelölő ilyen kőemlékünk, stélé. Tehát ezeken, ha végigmentem, akkor azonnal érzékelhetővé válik, mit jelent egy rituális futás. Akár ha nem futok, csak járok, akkor mit jelent? Az, hogy közvetlenül érzékelhetően a Földön járok. Valójában nem a Földön járok, hanem bejárom a teremtett világot abban a nagyságrendben, ahogyan az én közvetlen kozmikus környezetem ezt elém rajzolja. Tehát amikor itt vagyok én, akkor az oroszlánban vagyok, nem itt a Földön. Ha tovább megyek, akkor a szűzben, és többféle úton közlekedhetek. Tehát az én utamat megtalálni a világban, tulajdonképpen ez minden zarándoklatnak a lényege. És ha valaki csak azért megy ki Csíksomjóra, hogy parádézzon, az ne menjen ki. Tehát találd meg a saját utadat. És akkor tudod, hogy neked most, mondjuk Moldvából kell elindulni, miért? Mert most arra van lelki indítatás, és akkor 8 kilométert fogsz gyalogolni. Méghozzá úgy, ahogy azt a csángók csinálják, tehát hegynek föl, ugye szép temposan. De akinek nincs erre indítatása, ne erőltesse, mert ki fog fulladni. Akkor nem az ő útja. Tehát ez olyan, mintha valaki, naponta három hölgyet akar fogyasztani, pedig egyre se futja. Tehát nem kell. Nem kell. Ami az tényleg lélekből fakad, az. De az a zarándokút, az nem a Földön vezet. Tehát ezért is nevezzük rituális. Hát ebben az esetben ugye futásnak, hogyha NASCAR-ról beszélek. És akkor most már lehet érezni, hogy ezek a futások, ezek nem ilyen nagyságrendben vannak. Ezek egy ennél sokkal nagyobb nagyságrendben. Tehát ott, ahol még az élet nem ennyire struktúrált, ez már egy nagyon közeli, tehát ez a közvetlen kozmikus környezetünk. Hát ezt már be lehet látni Földről. De az egy ennél sokkal absztraktabb környezet, és mégis úgy tűnik, hogy a világ működésének valamilyen szempontból rendkívül fontos összetevője. Tehát ez a legismertebb talán a Glastonbury, de hát mondom, Európában ez egy itteni világszemlélet, ami bizony elég szűkös. Tehát azt jelenti, hogy a saját közvetlen környezetünkön nem mutat túl. Ne felejtsük el, hogy a németeknél, tehát az a világkép, amelynek a germán mitológia kifejezője, az egyetlen világfát ismer. Az melyik? Ez az Yggdrasil, így van. Ez a kőris. Most a kőris az a keringésünk síkjának a tengelyét jelenti. Azon túl nem tud tájékozódni. Tehát ez a maximum, mert ez a keringés síkján kirajzolódó csillagképeknek az együttese. A németet tejútra rávezetni? Tehát mi nagyságrendünk meg a tejút. Tehát mi a tejút fiai vagyunk. Ugye a nyilas felé a szellemiségünk, az ikrek felé a testiségünk. Tehát ez egy másik, ez egy nagyságrendek sokkal hatalmasabb. És még ez se a vége, tehát még ezután is van. Na, tehát menjünk akkor tovább. És akkor tulajdonképpen az embernek el kell dönteni, hogy én most mit keresek.
tehát milyen ábrákat keresek, vagy milyen készletből próbálom megtalálni a magyarázatot, mert a halak az a halként jelenik meg. Az elég jól azonosítható volt. Igen ám, de halként nem jelenik meg a keleti zodiákusban. Tehát a halnak a megfelelő keleti állatövben az a kakas. Tehát a madár tulajdonképpen a megfelelője. Na most mind a kettő jelen van a Nazca fennsíkon. A madár a hangsúlyosabb, de annak is egy másfajta átírása, tehát nem a kakas irányába megy. Most tudni kell, hogy a nyugati zodiákus, tehát ami Glastonbury például, ugye a Glastonbury zodiákusban jelenik meg, az mindig az egyéni élet sorsnak a keretét jelenti. Tehát az ő számukra az egyén a meghatározó, már jóval a reneszánsz előtt is. Tehát ez csak kiteljesedett a reneszánszban. Tulajdonképpen önmagát találta meg a nyugati önző mentalitás. De ennek a késztetése kezdettől fogva benne volt. Mert ebben a keretben, amiben hát ugye az Yggdrasil a világtenge, abban előbb vagy utóbb mindenképpen az önzés fog dominálni. Nem fog tudni magasabb szintre emelkedni. De a keleti zodiákusnak meg viszont más alakzatai jelennék meg. Csak ez rendkívül sokféleképpen adódhat. Ez például, most ha ezt kiemelem, tessék megmondani, hogy ez melyik. Hát ebben, hát ki fogja fölismerni a kecskét? Pedig ez annak felel meg. Akkor ez a lónak fog megfelelni. Ez miért? Mert ha sorba olvasom, ugye itt van a kutya, hát ez a kakas. Kutya, disznó, de már ezt is inkább elefántnak nézni. Tehát lehet látni, hogy miből milyen irányba tud tovább ragozni, de nem akármilyen irányba. Akkor utána ugye a patkánynak kéne megjelenni, hát ebben ki fogja a patkányt fölismerni? Ez a bivaj vagy ökör, hát ezt még nagyjából szarváról fölismerni. Na most ökör, ez a tigris lenne, hát ezt már nagyon nehéz lenne fölismerni. Ez a nyúl, ha nagyon akarom. Most a sárkányt azt mindenképp föl lehet, a kígyót mindenképp föl lehet, hát a lovat már kevésbé, hogy ez milyen alapon a kecske, azt nem tudom, és ez a majom. Tehát csak akkor tudom azonosítani őket, ha az egészet ismerem. Most kérném a következőt, és akkor egy másikat, ugyanabból a rendszerből van. Ne felejtsük el, hát itt is a hívjáknak, az Ikingnek, vagy Icsingnek a jelei vannak. Tehát ugyanaz a kínai művelődési kör. Na most, ha azt mondom, hogy na most ezt tessék nekem meghatározni. Szóval, ha kiemelem belőle, már pedig ott, hát a Nazca fennsíkon, ott külön ábrákként jelennek meg. És egyiktől a másikig, hát olykor kilométerek vannak. Tehát föl kell tudni ismerni, azonosítani kell. Hát majdnem, hogy lehetetlen. Hát most tessék megmondani, ez például micsoda. Hát ez a kecske, nem, ez a majom. Hát most tükröt nem hoztam, de az a igazság, hogy ez a majom. Tehát itt van a kakas, majom, kakas, kutya, disznó. Kutyát egyébként a farkáról lehet azonosítani. Utána hát ugye a kutya, ez lenne a disznó, itt lenne a patkány, ez a bivaj, ez a tigris, ez nyúl. Sárkány, kígyó, ló, kecske a kosszarvakkal. Tehát ezt azért mondom, hogy és még számtalan változat van, tehát csak amit eddig reprodukáltak, rengeteg van. És hát ezeket sajnos mind ismerni kell. Mert semmi garanciám nincs arra, hogy mondjuk megjelenik, mit mondjak hirtelen, mondjuk a disznó, és én azt nem ilyen állapotban látom. Hát ebben ki fogja a disznót fölismerni? Na ennyit erről, de ez csak annak a nehézségi foknak a jelzésére, hogy ezért ez nem úgy van, hogy neki megyek, mint Tóth az anyjának, menjünk akkor tovább. De ebben az esetben rendkívül könnyű a helyzetünk. Tehát ezt egyszerűen nem lehet másnak nézni, mint majomnak. Tényleg nem is, semmi mással nem azonosították soha. Más kérdés, hogy milyen tanulságokat közöl. Mert ahhoz meg túl összetett a képlet, hogy én azt mondjam, majom és semmi más. Érthető? Ilyennek látta a művész a majmot. Honnan? Hát ahonnan nézte. Hát onnan. Mehetünk tovább. Tehát mondjuk a... hívják tetéről. Na most itt már nagyon sok minden látható. És az is látható, hogy hát ha mi tényleg nem ismerünk népművészetet, de még nem is kell talán a népművészetig visszamenni. Hát nem tudom, mond-e ez valamit a tisztelt jelenlévőknek, hogy mondjuk esztergomi várkápolna oroszlán.
Na most ugyanolyan összetett képje, ugyanolyan, pontosan ugyanazok. Tehát ha annak megnézem, hogy a lábai milyenek, akkor kiderül, hogy a lábai azok fordított irányú madarak. Gyönyörűen látható, röpülnek visszafelé a madarak, és attól, hogy ők erre repülnek, természetesen az oroszlán erre felé fog elmozdulni. Tehát, és teljesen autonóm életük van ezeknek a lábaknak, akár csak ezeknek. Tehát, ha ezeket én innen nézem, akkor két kellemes zsiráfot látok. Tehát ez zsiráfnak ugyanolyan létfokozaton zsiráf, mint lábnak láb, nem tudom értető. Tehát semmivel sem absztraktabb zsiráfnak, mint lábnak. Tehát ez az egész eltökéltség, hogy de akkor dönts el, hogy most zsiráf vagy láb. Nem döntöm el, drágám. Nicht. Világos? Nicht. Megértette? Nicht. Egyébként nein-t kellett volna mondanom. Tehát lényeg az, hogy a dolognak pontosan itt van a kulcsa, hogy ha ebbe az irányba indulsz el, akkor zsiráf leszel. Most mi a gond a zsiráffal? Hát láttuk, hogy a pókkal milyen gondok lehetnek. Mi a zsiráffal? Hát itt két dolgot azonnal tudni kell. Az egyik az, hogy csak szellemi úton növeli önmagát. Ez mit jelent? Soha áldozatot nem fog hozni. Tehát csak önmagát fogja gyarapítani. Na még egy kicsit, és most zsiráf vagy. Tehát ahhoz, hogy áldozatot hozzon, ahhoz vissza kellene kanyarodni, megtalálni a lelkét, és lélekből fakadóan tud csak adakozni. Tehát bármilyen szintű adományozásra csak is, és ez beleértve a saját életének a feláldozását is, csak lélek indíthat. Bármilyen lélek. Tehát ez olyan alapszabály, hogy nem is tudom, a 10 legfontosabb szabály közt biztosan. Tehát ez annak a veszély. Na jó, de ez a majomhoz képest a lába. Tehát azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs semmi gond, mert ennek nem is az a szerepe. A lábnak nem az a szerepe, ahol már a kéz is megjelenik, ott a lábnak nem az a szerepe, hogy adakozzon. Az majd a kéznek lesz a szerepe. A lábnak egyetlen szerepe van, hogy vigyen előre. Ha én errefelé adok energiát, akkor az errefelé fog lendíteni. Tehát ugyanaz a képlet, mint nálunk az esztergomi oroszlánnak a képlete, csak itt nem madárban, hanem a zsiráfban. Most vajon a zsiráf miért olyan fontos? Hát a zsiráf az egy csillagképnek a jelölője. Ennek a csillagképnek a magyar pásztorok nyelvében az a neve, hogy szarvasnyom. Tehát ez a tengelyforgása tengelyének a rávezető csillagképe, méghozzá déli irányból, tehát észak irányból a kis göncölnek a főcsillaga, de nem a főcsillaga, hanem a rút végén lévő csillaga, ez a Stella Polaris, tehát ez jelöli ki, de a túloldalról viszont a zsiráf csillagkép, és mozgásban van. Tehát azt jelenti, hogy ha ebben az irányba akarok tovább menni, akkor a legszűkebb környezetből fogok tudni csak gazdálkodni. És az micsoda? Az a tengelyforgásnak a közege. Annak mi a vetülete? Az égi egyenlítő. Tehát ennél nincs szűkebb. Na igen, de ha földre akarok születni, ebbe kell belejönni. Ugye, mert csak a pólus körüli mezőnyben tudok föld közelbe jutni, vagy innen kijutni. Tehát ennek nagyon-nagyon kidolgozott a mitológiai segédlete. Tehát egész konkrét szövegeink vannak rá, hogy itt mennek ki a föld közegéből a lelkek, és itt érkeznek be a lelkek. Tehát közvetlenül a tengely körüli. A forgástengely, ez nem a keringésnek a tengely, vigyázat, ez a forgástengely, tehát a legkisebb egység. Na minden esetre adva van egy ilyen rendszer, egy hatalmas, tulajdonképpen hogy nevezik ezt, tömb kondenzátor, azt hiszem ennek ez a neve. Tehát egy kondenzátor szó szerint, ez sűrítő, tehát sűríti az energiát, ez vezetődik ide, és hát innen van összeköttetése. Tehát itt kapcsol bele egy tágabb rendszerbe. Na most itt egy párhuzamosság fejlődik ki, ez az, ami egy négylábú állatnál a motorját jelenti.
Na most ezt mi magyarul úgy nevezzük, hogy egyező. Tehát itt egy egyező tendencia jelenik meg, kifutási lehetőségeivel, ezt most már nem ragozom, összesen újból 3-3 jelenik meg. Tehát ebből még lehetne szárny is, ha nagyon akarnánk, mert láttuk már, meg lehetne karmos láb is. Utána jön egy törés, ezzel mintegy visszacsatolódik, és itt jön a keresztező tendencia. Na most, ha itt egy egyező van, itt egy keresztező, akkor ezzel én mit mondtam ki? Egyezővel a Jézust, keresztezővel a Krisztust. Tehát azt jelenti, hogy ez a kettősség a majomban fog megvalósulni. Miért? A majom melyiknek a 12-ességből, melyiknek a jelölője? Vízöntőnek. Tehát ez a tendencia, hogy mind a két létforma megjelenik, az egyező is, meg a keresztező is, csak együtt adja ki ennek a kornak a lényegét, ez csak erre a korra jellemző. És ez nem a halaktól adódik, hanem a vízöntőtől adódik. Mert a vízöntő a renitens, nem a halak. Tehát a vízöntő hullámzik végig a halakon, nem a halak a vízöntőn. És ez nem ismétlődik máskor, tehát ez itt megjelenő sajátosság, tehát ha nekem üzenet értéke van egy ilyennek, akkor ez az én koromra néz, sőt ennek a kornak a legvégére érvényes üzenet. Tehát erre mondja az ember, hogy akkor fedezik föl, amikor eljött az ideje a tudatosításnak. Tehát nem annak a kornak az embere számára jelentős. Na most tessék megnézni. A fejnek az ellenőrzési körzetében megjelenik az egyik kézen, a jobb kézen 4 új, a bal kézen 5 új. Tehát kétféle minőséget egyeztet. Na most vajon miért? Most ez megint olyan dolog, hogy hát ezt már soha nem fogjuk megtudni. Ahogy elnézlek, te már tényleg. De nem is való neked. Ne erről test. Hát mi az, amiből ha 4 van, akkor az csak keretet tud biztosítani. Ha meg 5 van, akkor az a tartalmát is meg tudja adni. Mi ez? Elemi tulajdonság. Tehát azt jelenti, hogy ezzel a négyességgel én csak keretét tudom megfogalmazni az életnek. Tehát tüzet, vizet, levegőt, földet. Ha azt akarom, hogy élet is legyen, az 5. elemet, tehát a közepet más szóval, étert 3. szóval, élőfát, azt is be kell hozni. Hát ezzel már találkoztunk Tiavanakuban. Tehát azt jelenti, ezt a kettőt kell megfelelő módon koordinálni. Mert ha kihagyom a tojáshéjat, akkor hiába van ott a szik, mert szétfolyik. Nem lesz belőle élet. De a tojáshéjból soha nem lesz élet. Tehát a kettő csak megfelelő koordinálással tudja az életet létrehozni és fönntartani. És ez a nagy titka ennek a korszaknak. Miért? Mert ez egy veszélyeztetett korszak. Több rendbelileg veszélyeztetett. A mi számunkra meg különösen veszélyeztetett. Tehát az élet tengely számára, amiben mi igazából ki tudjuk fejteni magunkat, végzetesen, rendkívül veszélyes. Pont derékszögben van rá. És hát ebben kell mégiscsak megtalálni mindazt. Egyet kell tudni, a vízöntő határtalanul kapja az energiát. És egyre kell vigyáznia, nem szabad a vízöntőnek anyagra átváltoztatni az energiát. Miért? Mert akkor nem fog kitartani tavaszig. Tehát hiába jött az energia téli napfordulón, mert oda jön le az energia, tehát az egyetemes megváltás oda születik le. De annak ki kell tartani a húsvétig. Mert ha közben ő anyagi minőségé változtatja, akkor elhasználódik az energia, a halakban már nagyon kevés az energia, és nem lesz feltámadás. Tehát neki végig kell vezetni szépen anélkül, hogy testet töltene, tehát tömörödne anyaggá, tiszta energiaformában. És ezt meg tudja csinálni, tehát át tudja vinni a halálzónán, akkor ebből az energiából fog a feltámadás létrejönni. És ez alapkérdés. Na most, ha ezt valaki mondjuk ennél is konkrétabban akarja tanulmányozni, az menjen el Csengersimára, és nézze meg az úgynevezett kétfejűsas képletet. Egyértelműen benne van. Pontról pontra leolvasható. De tulajdonképpen ez a jelenkori energiaviszonyok között a Földön, ez a feltámadás záloga. Ha ezt nem tudom, nem lesz feltámadás.
Na most nagyon lényeges, hogy ez a forma, ez tulajdonképpen ugyanaz, mint amit láttunk a pók hasa formájában. Most meg még halljuk is. De nagyon jókor szólalt meg, mert épp akartam mondani, hogy ennyi a különbség. És ez mit jelenti? Az, hogy zenés áhítat esetén van, amivel fölfogja. Nem tudom, érthető-e. Tehát azt jelenti, hogy van füle a hallás. A szem nem kell hozzá. Miért? Mert igével teremtődött a világ. Tehát ha én meg tudom hallani, akkor onnantól kezdve én tudom kontrollálni. Ennek a kettősségnek, tehát a négy és az öt egymáshoz való viszonyának az ideális megnyilvánulását. De ahhoz nekem egyedül a fülemre lehet hallani. Tehát mit jelent? Az, hogy a teremtő igét meg kell hallani. És abban a pillanatban már tud tovább menni az élet úgy, hogy nem kell feltétlenül, ennek nincs teste, nem tudom, érezhetjük-e. Tehát egyedül itt van egyfajta kumulálódás, tehát olyan, ahol egy viszonylag teljesebb forma megjelenik. Az összes többi az tendencia jel. Tessék parancsolni, ez nem egy has, meg nem egy hát, hanem ez egy vonal, ahol az energia megy tovább. Egyedül itt van a kulcs. És annak is itt van a kulcsa. Mehetünk tovább. Úgyhogy nagyon jókor, köszönöm szépen. Mehetünk tovább. Na most hát akinek van füle, ugye. Na most lényeg az, hogy még egyszer megjelenik. Ugyanez, tehát ha valaki azt mondja, hogy nem, ez csak elrajzolta, hát mondjuk ekkorában nehéz elrajzolni, tehát azért mondjuk ez tényleg nehéz, de még egyszer megjelenik. Ezt biztos emlékszünk még rá, ez ott ahol a pánamerikai út elmegy, és ott a magas les, vagy mit mondja, kilátó közvetlen közelében, ott jelent meg ez a forma. És megint gyönyörűen mutatja, ezen jól láthatóan négy új van, ezen jól láthatóan öt új van. És a kettő van egymáshoz mérve. Annak az oldalán, ahol az élet van, tehát ahol az ötödik elm is megvan, tessék megnézni, szerves forma jelenik meg. Most nem tudom, ráismerünk-e, ez milyen forma lesz majd. Itt lekerekedik, ebből lesz a majom feje, hát ott lehet látni. Ez pedig egy szigorú geometrikus rendszer. Miért? A négyességből csak geometrikus rendszer ragozható ki. Tehát ez csak keretet tud adni az életnek. Na most lehet ennél tisztábban beszélni? Hát egyszerűen teljesen lehetetlen. Tehát ha valaki már itt se ismeri föl, hát gyerekek. És ez megint egy hármasságban jelenik meg, na most az lesz az utolsó képünk. Nem vagyunk már messze tőle. Tehát majd látni fogjuk, hogy nem azért ismétlem meg, hogy most már nem tudom én az utolsó padsorban ülő kis Pistike is rájöjjön, azért ennél értelmesebb lényeket tételezünk föl. Hanem azért, mert itt majd egy másik összefüggés rendszerben fog vizsgázni ez a 4:5, illetve 4 kiegészítve az 5-tel. Ez a rendszer. Itt a legalapvetőbb tudnivalókat kapjuk róla. Mehetünk tovább. És akkor most nem a cikizés céljában, ugyanez a Toni Morrison. Ugyanezt próbálta összehozni, most nem is tudom melyik. Ja, itt most két csillagképből is, tehát a Carnesvenati cél, ez a vadászebek. És ez pedig azt hiszem a nagygöncöl, ha jól emlékszem. Ez a minor vagy a major? Major, akkor nagygöncöl. Tulajdonképpen nagy medve, ha úgy tetszik, de ő csak a göncöl részét adja, tehát ez a far része a nagy medvének. Na mindenesetre ezekből nem kommentálom, jó? Nem akarok rosszat mondani róla. Egyébként most hadd mondjam el gyorsan, hogy miért becsülöm én mégiscsak nagyra Toni Morrison, mert ő döbbentett rá bennünket arra, hogy ezek az egyenes vonalak, ezek nem ezen a helyszínen, ugye, hanem a Nasakara helyszínen, tehát azon a bizonyos 16-szoros nagyságrendben, azok elvezetnek, hát nem mind, de néhányan ezek közül, amikor nagyon egyenesen mennek, és át hegyeken, tehát lapájon, hegyen, mit tudom, mindenen keresztül, azok bizony szent helyekre vezetnek. És egyiken a másikon ő is végment, mert végvezették az indiánok, tehát azért nem lehet egy akárki. Az indiánok akárkit nem vezetnek végig. Tehát azért mondjuk indoeurópai ő is, tehát statikus a világképe, de legalább becsületes volt, és tényleg elvezették az indiánok. Most ezeket az utakat hogy nevezik? Szekesz.
Na most, amikor én mondjuk leírom azt, hogy Szent Péter, akkor mit írok le a Szent Koronán? Szekesz Petrus. És ha Szent Pált, szekesz Paulus. És Andrásnál szekesz Andreas. Szekesz. És ezt hogy olvassuk ki? Szent. Jó, hát legyen neked. Tehát, hogy érthető legyen, ez a szekesz, ez nem csak azt jelentheti, amit szokás szerint kiolvasunk belőle. Ez egy út, hova vezet Teremtő felé. És nagyon lényeges, hogy ez a szekesz a Fehérvárra vezető út. Tehát szekesz Fehérvár. És ezek nagyon fontos tudnivalók, mert itt ér össze egy olyan műveltség, ami töredékeiben megmaradt Közép-Amerikában is, Dél-Amerikában is, és az, ami nálunk is töredékeiben megmaradt. De ha összeillesztem a kettőt, egy tökéletes világkép helyreáll. Most ettől félnek azok, akik nem szeretnék ezt. De meg lehet érteni őket, mert tényleg nagyon rossz sors vár rájuk, ha ez összeáll. Munkanélkül maradnak. Na most mondjuk ők nem szeretnek dolgozni, tehát nem a munkát féltik, hanem azt, hogy ami vele ma jár, ugye a jövedelmet. Tehát meg lehet érteni őket, más kérdés, hogy nem helyeslem. De hát megérteni, megértem. Mehetünk tovább. És még egy apróság, hát ezt történetesen Hervai Tamástól kaptam, lehet, hogy már nem emlékszik rá, de tényleg tőle kaptam. Ez egy Észak-Amerikában egy ilyen barlangszerű, tehát egy szikla képződményben két ilyen spirálban két elemére ennek a szikla képződménynek fölvésve, és nagyon szépen igazolni tudták, hogy ez a nyári napforduló, úgy van a júniusi, ez volt a tavaszi-őszi napi egyenlőség, ez a téli napforduló. Tehát ezekkel lehetett a napjárást tényleg modellezni, ha megfelelő helyre, megfelelő sűrűségben tették föl, és ez bizonyos energia mennyiséget is jelent. Tehát északi féltekén vagyunk, azt jelenti téli napfordulón bizony kevés az energia. Tehát az, ami felhasználható belőle, hát ez egy aránylag kicsi mennyiség. És hát itt pedig a maximális mennyiség, hát nyári napfordulón vagyunk. Itt pedig egy viszonylag kiegyenlített kettősségről van szó. Tehát ezek, hogy mondjam, fényképeknek rajzformájában való átírása. Na most ezek nagyon hasonló képletek. Tehát azt jelenti, hogy itt nem fényjárással dolgoztak, hanem maga az energia működik. Na most erre azt lehet mondani, na ez már beleolvasás. Hát elnézést kérek, lehet, hogy én még 20 évvel ezelőtt szintén ezt mondtam volna, ma már nem azt mondom. Miért? Hát ma már ismerünk olyan lepedőket, ahova ilyen motivumokat hímeznek rá. Miért? Az energiát továbbítja. Tehát nem igaz, hogy ez nem, ekkora méretben pedig hatalmas energiákat tud hát kumulálni, illetve ha megfelelő módon vezetem tovább, akkor azt abba az irányba továbbítani. Tehát ezek az ábrák maguk is nagyon is tudnak energiákat sűríteni is, továbbítani is. Tehát használják gyógyításban ma már. Úgyhogy egyáltalán nem szabad lenézni, és természetesen ekkora nagyságban is, úgyhogy özönlik rá a fény. Tehát ez egyfolytában, ahogy föl kell a nap, már kapja a fényt, és egyfolytában kapja. Tehát ez az előnye. Ez azt jelenti, hogy hihetetlen mennyiségű energiát tud sűríteni és továbbítani. Mehetünk tovább. És ez az utolsó előtti képünk. Ezt első fokon azért akartam csak bemutatni, hogy összegezve, hát bizony ez a másodlagos. Tehát jól láthatóan belebarmolt, egy nagyon szépen kirajzolódott. Itt aztán lehet látni, tehát itt a kettő közötti időbeli különbség nyilvánvaló. Na most itt pedig mit látunk? Hát az, hogy ez jelenik meg. Mi jelenik meg? Emberi szellemiség. Tehát emlékszünk még, amikor a hal hozta az ember fejét. Tehát ugyanennek a képletét láttuk ott, ahol a hal hozta. Itt pedig leérkezik. Ez bizony emberi szellemiség, leérkezett közénk. És most ennek a sorsa az, ami ilyen Aszka fennsík további ábráin hát rajzolódik, és hát ígéret formájában megfogalmazódik. Mehetünk tovább, és akkor az utolsó kép jön. Tehát ígértem, hogy még egyszer fölvillantjuk. Ugye itt van ez a magas les, nevezzük most már így. Itt van ez a burgonya forma, tehát ahol
megkapjuk a szerves és szervetlen kapcsolatát, a szerves az öt ujjhoz van kötve, szervetlen a négy ujjhoz. Ez a legabstraktabb, ez a legáltalánosabb képlet. Ebből kijön egy szabályszerű életfa, ez a növényi létnek a képviselője, de ugyanakkor adja az egésznek, hát hogy mondjam, tovább ragozható formá. Ebből nyugodtan lehet szárnyat, nyugodtan lehet madárfarkát, tehát a madárig ez azonnal elvihető. De nem e felé fog tovább menni. Miért? Mert a vízben fog kialakulni. És mi a következő? Most ezt teljesen szétverték. Tehát ennek voltak mancs, egy hatalmas forma, ez egy gyík volt. Hát ez tulajdonképpen a gyík az a sárkánynak megfelelő fokozat. Tehát egy kiegyenlítődés lehetősége. A sárkány, azt tudjuk, hogy a keleti állatövben az a mérlegnek a megfelelője. És a maga a forma is ezt ígéri. És már kész vagyunk az állatvilággal. Tehát innen már egyenes az út. Ha az emberi szellemiséget keressük, az pedig megérkezett, ott hozta az előbbi a madár formájában. Tehát azt jelenti, hogy ebből nem lehet közvetlenül az embert virágozni. Az egy felülről jövő többletminőség. És a szellemi állapotában jön be, innen csak a testiségnek hát az adottságai ragozódnak ki. Az pedig, hát ugye bizony a vízből kell kiemelkednie, abból a szárazra lépni, és akkor kapom meg a sárkányformát, illetve hát a hétköznapi formában a gyíkot. Na ez az a hármasság, amelyik hát tulajdonképpen az egésznek a gerincét adja. És hát ezt vágta keresztbe a pánamerikai út. Szerencsére ez a kettő, hát kicsit az életfába is belemászott gyökereibe, de nem tudta igazából elpusztítani, tehát kirajzolódik szépen. Ez viszont keresztbe vágta. Na ennyit erről, de azért minden, tulajdonképpen minden lényeges információ leolvasható róla. És ha a saját műveltségünket, tehát magyarul a szemünket, a saját szemünként használjuk, tulajdonképpen határtalan a lehetőség. Tehát amit itt egyáltalán megszólíthat, vagy megszólaltatható, tehát megszólíthat bennünket, tulajdonképpen korlátlanul le lehet olvasni. Amint, hogy a példák mutatták. Hát én megköszönöm a szíves türelmet, figyelmet. Példátlanul hamar fejezzük be. Gondolom bizonyos elégedetlenség moraja hangzik el. Tehát még ma hazaérkezünk.